Ő Korda Bonifác, ő pedig Pányik Tamás. Harmadéves rendezőszakos hallgatók vagyunk, és itt vagyunk a Pesti Színházban az Amadeusz főpróba hetén, ahol hospitálunk. Mégpedig Hegedűs D. Gézánál, aki az előadásnak a rendezője. Igazából itt vagyunk egy hetet, a főpróba hetet, és nagyon érdekes végignézni azt, ahogy az emlékpróbáktól az összpróbákon át a jelmezzel és a díszlettel hogyan válik egy szerves kész előadássá, és hogy hogyan alakul ez a folyamat. Géza, mivel ugye színészből lett rendező, nagyon érdekes azt figyelni, hogy mi, akik alapvetően rendezőaggyal gondolkodunk, teljesen máshogy instruálunk, teljesen másra helyezzük a fókuszt, mint ő. Nagyon sok olyan tapasztalatot ad, amit le lehet szűrni, és amit be lehet építeni később a munkánkba. Én Nyomárkói Zsigmond vagyok. Én pedig Bukovszki Orsolya. Negyedéves. Rózai színművész hallgatók vagyunk. Hegedűs D. Géza és... Ifjú Vigyázki Attila osztályában. Mi Zsigával nem először szerepeltünk ezen a színpadon, de azért ez egy teljesen más élmény volt. Azt már megtapasztalhattuk, hogy Hegedűs D. Géza tanárúrral milyen egy színpadon, de most az Attilával is átélhettük ezt. Nekem az volt izgalmas, hogy Hegedűs D. Géza tanár úrnak a tanultsága, meg műveltsége, meg minden egyéb, amit én nagyon sokra tartok, az itt valahogy, főleg ennél az anyagnál, ami egy történelmileg, meg zenében, meg minden tekintetben egy ilyen nagyon masszív dolog. Ebben én nagyon csodáltam azt, hogy ő mennyi mindent tud lexikálisan is, és ülni bent a próbán, és hallgatni őt beszélni erről a korról, vagy hogy ő hogyan gondolkodik erről. Én ezt is egyfajta ilyen tanulásként éltem meg. És szerintem ez egy nagyon nagy élmény, hogy így ezt is átélhettünk. Tudom, hogy azt mondtam, hogy több száz mesterművet írtam, de ez nem igaz. Még nem írtam semmit, ami igazán jól volna.